szépen. Most jelent meg a napokban a Hédi Ossza nap és az élet új nézőpontból című könyvem, ami egy bizonyos szempontból az elmúlt 4 évtizedben végzett munkámnak az összefoglalása, mert a naptevékenység eredetének a kutatása csillagászként a fő témám volt, és a nap jelentősége azért is rendkívüli, mert a világ mint egész alkotó tevékenységének a csillagokban is működnie kell, és a napról tudjuk azt, hogy van egy tevékenysége, és ez rendkívül különös, mert hogyha van tevékenysége saját magának, egy öntevékenység, akkor olyan, mint az élő lények, mert az élő macskán azt különbözheti meg a halott macskát, hogy az élő macskának macska magától tud mozogni, magától tud változásokat előidézni, és a napon is ilyen változások léteznek, ezt nevezzük naptevékenységnek, és ezeket kell valahogy megérteni. És a nap az egy rendkívül különös égitest, mert bár 150 millió kilométer távol van tőlünk, mégis valami rendkívüli hatás gyakorol az életünkre, ami a modern ember figyelmét elkerüli az elmúlt évszázadokban, de a régi, az ősi ember nagyon is érezte és nagyon sokkal teljesebb kapcsolatban állt a nappal. De még a modern emberrel is előfordul, hogy gyakran és majdnem mindenkivel, hogy amikor a nap ragyog, akkor a kedvünk is jobb. És ez pedig azt mutatja, hogy valahogy a napnak lelki hatása is van, mert hiába legyen egy neonforrás bármilyen erős, attól a kedvünk nem lesz szemernyivel sem jobb. De a naptól igen, tehát a nap valahogy más, mint egy fizikai fényforrás. És mi ez a többlet? Ez az a kérdés, ami gyerekkorom óta foglalkoztatott. És az is, ez egy hasonló öröm, amit a nap, ahogy a nap jókedvre derít bennünket, mint amikor meglátunk egy aranyos kisgyereket. Viszont a kisgyereknek az, hogy a kisgyerek mitől okoz örömet, az is egy titok. De valahogy azzal függ össze, hogy ő egy szintiszta, igazi élőlény. És a nap is, akkor ezek szerint valahogy ebben a fényben tűnik föl. És az, hogy aranyos a kisgyerek, az is attól aranyos, hogy a napnak a fénye az, ami aranyos. Valahogy összefüggnek ezek a kérdések, és ezek azt jelzik, hogy a nap több is lehet, mint pusztán egy fizikai égitest, aminek az utóbbi néhány száz évben leértékelték a napot. Az a kis porszám a Földön, ami a modern ember, leértékelte az égitesteket, de ez a leértékelés csak viszonylagos lehet, mert nekünk a valóság az elsődleges. És hogyha meggondoljuk azt, hogy a napfény fény, akkor nem csak azért lehet fontos a nap, mert világít és mert energiát ad, mert a modern ember az olyan, hogy arra van idomítva, hogy csak a fizikai különösöket vegyük észre, hanem hogyha a nap fény bocsát ki, és a fénynek információ tartalma, minden információt fény hordoz szinte, ugye akkor a napfény is tartalmazhat információt. Ugye milyen egyszerű ezt felvetni, ezt a kérdést, de valahogy ezt nem vették figyelembe a napfizikában. És hogyha a napban tehát kell, hogy legyen egy olyan tulajdonság, ami az információ tartalmával függ össze, és lehet, hogy ez az információ tartalma is lényeges az élet számára. És ezt manapság már sokkal jobban lehet vizsgálni, mert az információ elmélet már megjelent, és ezért tudjuk vizsgálni a napnak ezt a tulajdonságát is. Ráadásul sok egyéb tudománynak a fejlődés és abban az irányba mutat, ami a csillagászatot összekapcsolja az élettel. Itt van például az asztrobiológia, ami 1996-ban vált elismert tudománnyá. Asztro az azt jelenti, hogy csillag, biológia az biológia, tehát a csillagvilágnak az élettel való kapcsolatát vizsgálja az asztrobiológia, ami az elmúlt évtizedben a tudománynak az egyik vezető ágává vált, és a világegyetem és az élet kapcsolatával foglalkozik. Ha a világegyetem alapvető kapcsolatban áll az élettel, és a nap a világegyetem része, akkor ugye előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy a nappal kapcsolatban is fölvesse valaki azt a kérdést, hogy élje a nap. És ez pontosan nekem, hogy úgy mondjam, a malmomra hajtja a vizet, mert én már a 80-as évek óta azzal foglalkozom, hogy a nap tevékenysége hogyan érthető meg a biológia szempontjából. Tehát úgy tűnik, hogy előbb-utóbb rajtam kívül mások is fognak ezzel foglalkozni. És ráadásul ott van az antropikus kozmológia, amiről most már szó esett,
ami az antropikus elvnek a felfedezését jelenti a 70-es, 80-as évektől, vagyis hogy az egész világegyetem, a fizikai világegyetem megteremtésére a fizikai állandókat úgy állította be az a világ folyamat, hogy az az élet számára kedvező legyen. Tehát a fizika alá van rendelve az életnek, tehát az élet az egy nagyobb dolog, az egy alapvetőbb dolog, mint a látható anyag, és hogyha az egész világegyetem alá van rendelve az életnek, akkor a napot hogy lehet ebből kihagyni? Nem lehet. Na de hogyan lehet a napot úgy megérteni, hogy mint egy élőlény? Ehhez tudni kell, hogy mi az élet, és az élet pedig nem más, mint ugyanaz, mint a lélek, csak a lélek az az élet egyes szám első személyből, és amikor egyes szám harmadik személyből nézzük, akkor mondjuk azt, hogy élet. Amit a külsődlegesen látunk, az az élet, amit belülről közvetlenül átélünk, az a lélek. És a napnak rendkívül sok hatása van az emberre, a betegségektől kezdve az öngyilkosságok száma is összefügg, hogyha kevesebb a napfény, több a nap az öngyilkosság. A jó hatása van az egészségre, véd a magas vérnyomás ellen, óriás, és még sorolhatnám, rengeteg sok hatása van a napnak, és mindegyik jó hatás, és hogy csak hogyha túlzásba viszik, akkor válik be. Tehát életfontosságú biológiai hatásai vannak a napnak, és a lélekre is közvetlenül hat. Na most világos, hogy az életnek a megértése az ember számára és a számunkra, minden egyes egyed számára is alapvetően fontos, mert akkor tudjuk az életünket jól irányítani, hogyha felfogjuk, hogy mi az élet. De a modern emberiség nem tudja, hogy mi az élet, ezért aztán el vagyunk veszve, mert nem tudjuk mihez tartani magunkat. Ugye, hogyha a matematika tanárnak el kellene mondani, hogy milyen matematika, hogy tanítsa a matematikát, de nem lenne fogalma róla, hogy milyen matematika, hogyan tanítaná. Nem is tanítják az életet az iskolában, pedig az a legfontosabb, és elvileg az iskolának az életre kellene tanítania, de nem tud, mert nem tudjuk, mi az élet. Az emberiség életében fordulópontot jelent majd, amikor az életet megértjük és tudatosítjuk magunkban, mert akkor leszünk képesek arra, hogy tudatos lényekként, vagyis emberekként az életet segítő irányba állítsuk a tudatos döntéseinket. Tehát ennek rendkívül jelentősége van, és úgy a köztudatban azt mondják, hogy senki nem tudja a választ, miközben pedig ebben a könyvben sikerült a Bauer Erwin alapján, aki az elméleti biológiában meghatározta az élet lényegét, ezt az elméletet sikerült kiegészítenem, és ebben a könyvben sikerült megadnom a választ arra, hogy mi az életnek a lényege, hogyan tudjuk felfogni, és ezért ennek ez a könyv egy új távlatokat nyit a nap és az élet teljesen megbecsülése számára. Egy nap mindannyian ráébredünk arra, hogy az élet nem egy apró szikra valahol a testünk mélyén, hanem egy mindent átható elemi erő, az a valóság, ami magába öleli az egész világegyetemet. A mai világban ugye nem találjuk az utat az élethez, ahhoz az élethez, amire születtünk, ahhoz, hogy újjászülessen az emberiség, az élet lényegét ismerni kell, és ez lesz az egészséges életfelfogásnak is az alapja, és ezen az alapon tudunk majd kialakítani egészséges társadalmat, ami összhangban van az embernek az örök természetével, azzal, hogy élőlények lennénk, és nem tetszhalottak, nem a társadalomnak a foglyai és rabszolgái, hanem fordítva a társadalomnak az életet kellene elősegítenie. És ilyen társadalmat kell majd megteremtsünk. A több évtizedes kutatás révén jutottam arra a felfedezésre, hogy a nap olyan öntevékenységet végez, ami, hogyha jobban megvizsgáljuk, rendkívül különös kérdéseket vet fel, olyan különös kérdéseket, amikor először felmerülnek, az ember megijed és megtántorodik, és úgy érzi, hogy a lába egy olyan űrben keresgél, ahol sehol nem talál fogózót. Én is így éreztem sok éven keresztül magam, mert miről van szó, hogy a csillagoknak, a napnak a viselkedését leíró fizikai egyenletek alapján egyáltalán nem várnánk azt, hogy a napnakban bármilyen tevékenység folyna, mert
a fizikai egyenletek alapján azt várhatnánk, hogyha van lenne egy hatalmas nagy gázgömbünk, ugye annak, hogyha abban bármilyen változás van, az lassanként ki kellene egyenlítődjön, mert a termodinamika második feltétele megmondja, hogy minden hőmérséklet különbségnek, és minden különbségnek egyáltalán lassanként ki kell egyenlítődni. Hogyha közelebbről megnézzük, hogy mennyire lassan kellene kiegyenlítődnie, például a mágneses tér különbségeinek, a mágneses változásoknak, kiderül, hogy több milliárd év alatt lassan-lassan kellene a felére csökkennie a mágneses térnek, több milliárd év alatt. Ehhez képest a naptevékenységben 11 évenként teljesen eltűnik a napnak a mágneses tere. Tehát valamitől több milliárd szorosára felgyorsul a mágneses tér változása a napban. Ráadásul miután eltűnt az egész mágneses tere a napnak, utána 2-3 évig szünet, mint hogyha ott semmi nem lenne, és utána pedig a semmiből újra elkezd termelődni a nap mágneses tere. Egyre több nap volt és napkitörés lép fel a nap felszínén, majd ezek ismét eltűnnek. A változásnak a motorja a dinamó, amit pedig ez a motorja, ettől van az egész, tehát ezt kellene megérteni. És mit mondanak a fizikusok? Hogy a dinamó a napfizika legnagyobb misztériuma. Na most akkor, hát ebből nem vagyok igazán kisegítve, hogyha az, hogyha magyarázni akarjuk a jelenségeket, és azt mondjuk, hogy az, ami magyarázza, az rejtély, akkor az azt jelenti, hogy nem értjük, hogy miről van szó. Mi az a dinamo? A dinamo egy gép, amelyik fordítotja annak a motornak, ami az autóban van például, vagy a mosógépben, mert azok ugye elektromos áramból, vagy az elektromos motor, elektromos áramból mozgást állítanak elő. A dinamo ennek a fordítottja, mozgásból elektromos áramot állít elő, az elektromos áramnak van mágneses tere. A dinamo az, ami a nap belsejében fellépő anyagáramlásokból üzemszerűen mágneses teret termel. Tehát ez egy, és ahhoz képest egy motornak a feltalálása, az egy elég komoly szellemi teljesítmény. És a dinamónak a feltalálása is elég komoly szellemi teljesítmény, ugye a Jedlik Árnyas nevéhez fűződik. Ezért az, hogy a napon belül van egy dinamó, ez önmagában el kellett volna, hogy gondolkoztassa a kutatókat, de ez annyira kívül vezet a napfizika területén, hogy a napfizikusok, hogyha egyáltalán fölmerült valakibe, gondolom megijedtek, hogy megrettentek attól, hogy most akkor ránduljanak át egy teljesen más tudományterületre, amikor ők napfizikusok akartak volna lenni. Ugye tehát nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy most dinamó onnan van, akkor rásütik, hogy nagy misztérium, és kész, mennek tovább. És akkor igaz, hogy ott van a magyarázat, de ez a magyarázat meghaladja a napfizikusok képesítését, mert ahhoz, hogy ezek olyan mérőható mérnöki, ugye mit jelent egy dinamó, vagy egy gép, mérnöki kérdéseket, de tulajdonképpen egy gépnek az értelmezése a nap között filozófiai kérdéseket vet föl, a napfizikusoknak sem mérnöki, sem filozófiai képzettségük nincs, és egyáltalán szóval egy olyan, tehát ez megoldhatatlannak látszik, még hogyha valakiben meg lett volna az a merészség, ugye, hogy ezen elindul az úton, akkor is olyan rendkívüli nehézségekbe ütközött, mint hogy én is abban ütköztem. Ugye ráadásul kimutatták azt, hogy a napdinamója az ember által felfedezett dinamónál sokkal bonyolultabb, ráadásul nem szilárd alkat részekről készül, mint egy dinamó, mert abból könnyű készíteni, hanem a napnak a belső anyaga gázból, plazmából van, folyékony alkatrészekről, minden azok az anyagáramlások, a gáz anyagáramlásai azok, amik folyamatosan ugye a mozgási energiájukat úgy teszik össze, és olyan módon, olyan irányban áramolnak, és úgy mozgatják a részecskéiket, hogy ebből a mozgásból alakul ki a mágneses tér. Vagyis folyékony alkatrészekből kell, na tessék, ugye próbálja valaki itt a Földön ezt leutánozni. És tehát ez egy különös nehézség. A dinamó alkatrészei a napon képlékenyek, folyamatosan változnak. Hogyan képesek folyamatosan fenntartani, miközben minden alkatrész folyékony és képlékeny és változik pillanatról pillanatra, hogyan képesek mégis eközben fenntartani ugyanazt a dinamót? Ez olyan, mint az emberi szervezet, folyamatosan változnak a sejtjeink, az anyagcserénk révén. De attól még a lényeg nem változik, mert ugyanúgy fenntartjuk az önazonosságunkat, a szervezetünk önazonosságát. Na most képzeljük el, hogy miről van szó. Ha előttünk megjelenne egy labdányi izzó gázgömb,
aminek a remegő felszínén foltok bukkanának fel, kifényesedve mágneses teret növesztenek ki ez a forró labda, és forró anyagokat dobnak ki magából, majd elhalványod, a mágneses képződményeit beszippantaná, hosszú ideig semmiféle tevékenységet nem adná elét, majd újra kezdeni az egészet, nem biztos, hogy megelégednénk azzal a magyarázattal, hogy csak egy izzógázgömbről van szó. A naptevékenység fizikai alapon váratlan és mindmáig megmagyarázatlan jelenség. A napfizikának a megdöbbentem, amikor megtaláltam azt, hogy a napfizikának a legjelentősebb alapja, Eugene Parker, aki felfedezte a napszeret és a tudományos elméletét megtalálta, és matematikailag leírta, a napból kiáramló anyagoknak a mozgását és sebességét sikerült meghatároznia, a legelismertebb napfizikus talán a világon, és ő szó szerint ezt írta, hogy a naptevékenység fizikai alapon teljesen váratlan jelenség. És így van. Tehát, hogy a fizikai alapon váratlan, akkor ez mit jelentett? Ugye tovább kell menni. Ráadásul ugye a termodinamika második főtétel szerint a mágneses térnek több milliárd év alatt a felére kellene csökkennie, majd megint a felére, majd megint a felére, majd ki tudja 10-20 milliárd év múlva már a nyolcad részére, de ehelyett 3 év alatt lecsökken teljesen nullára, amire soha nem csökkenhetne le. Tehát itt valami olyasmi történik, ami nagyon-nagyon meghaladja, ami kiátsza a termodinamikának a második főtételét, mégpedig rendkívüli gyorsasággal. Tehát egy hasonlatra lesz ehhez szükség, hogyha a naptevékenység mágneses terének az erősségét összehasonlítjuk egy sivatagi homok hegynek a magasságával, ugye akkor a naptevékenység változása olyan, mint hogyha ennek azt várnánk, hogy a homokhegy az úgy fog változni, hogy ahogy lassan gurulnak le az oldalán a homokszemek, több milliárd év alatt elveszti a fele magasságát. Ehhez képest ezen a homokhegyen belül olyan ördények ébrednek föl valamitől, amik pontosan úgy szippantják be ezt a homokhegyet, hogy ahelyett, hogy több milliárd év alatt lassan a felére csökkenne, ahelyett ugye mondjuk pár perc alatt eltűnik az egész, beszippantja az egész homokhegyet. Na most ez fizikai alapon várható? Ugye? Miről van szó, kérem szépen? Próbáljuk megérteni. És miután eltűnt és kisimult az egész, mint a soha nem lett volna, utána 2-3 évig semmi, majd pedig megint elkezdenek ébredni ezek a különös örvények, és beszippantják az anyagot a sivatagba, hogy lesz ott egy ugyanolyan mély völgy. Majd utána 2-3 év alatt megint eltűnik, és utána megint kinő a hegy. És erre azt mondják, hogy hát ez egy nagy misztérium. Tényleg az, nagy misztérium. De valahogy hogy lehetne megérteni? Hogy azért valahogy erre irányulna az emberi tevékenység. És igen, és akkor ez senki. Tehát ez csak úgy valósulhat meg, hogyha meg akarjuk érteni, miről van szó, hogy ezek az örvények, ezek a belső tornádok nagyon jól együttműködnek egymással. Nagyon okosan, hogyha nekem meg kellene mondani, hogy olyan örvényeket ébreszthetsz benne, Attila, amilyet csak akarsz, akkor is törni kell a fejemet, hogy most ezt hogyan írjam le. És ha számítógépes programba be kellene tegyek, hogy olyan örvényeket ébreszthetsz, amilyet akarok, nagyon okosan kellene kitaláljam azokat az örvényeket, hogy együtt tudjanak egymással úgy működni, hogy pontosan eltüntessék azt a homokhegyet. És a napnak ez meg se kottyan, hanem ez simán megteszi. Tehát ez azt jelenti, hogy valami olyan intelligencia működik a napban, aminek a fizikai hatása az, amit mi megfigyelünk, mint naptevékenységet. Tehát ekkor, hogyha figyelembe veszük ezeknek a belső örvényeknek az együttműködését, akkor kezd kirajzolódni a nap igazi intelligenciájának, a napistennek, Héliosznak az igazi arca. Lassanként felrémlik ezen az úton, amihez sok évtizedre volt szükség, ezeket a viszonylag könnyen elmondható igazságokat fölismerjem, ekkor kezd el az ember eszmélni, hogy te jó Isten, tényleg a napnak az isteni intelligenciához van köze, egy rendkívüli intelligenciához legalábbis. És ezt látható ennek a működése. Vagyis egy korszakalkotó felfedezésről van szó. A nap nem egy passzív gázgömb, hanem egy élőlény, amelyik a fizikai tehetetlenséggel dacolva, a fizikai törvényeket következetesen kiátszva, óriási energiákat mozgósít saját tevékenységének fenntartására. Ez váratlanul egyezik azzal az ősi tudással, ami szerint a nap egy csodálatos, magasabb szintű élőlény,
ókori nevén Héliosz. És amikor ezt elolvasta az a szerző, akihez elküldtem a könyvnek az angol nyelvű kéziratát, James Lovelock, aki a Gaia című könyvet írta, és ami 3 millió példányban fogyott el, és ami átalakította a gondolkodást a Földről, és az egész szemléletünket alapvetően befolyásolt, és ma már a világ és a brit tudomány egyik legjelentősebb alakja, legelismertebb alakja. Ez azt írta a könyvemről, hogy ez egy ragyogó könyv, amelyből a mi saját csillagunk a napfényessége ragyog ránk. A komoly tudós számára alapmű a naprendszer tudományában. És Roger Tattersall, aki a Lici Egyetemen dolgozik, és aki éppen most itt van Budapesten, és ott volt a tegnap előtti könyvemutatómon, ő pedig azt írta, hogy Attila könyve mérföldkő a kozmosz, az élet és az egyén földi látóhatárokon túli a csillagokig elérő kapcsolatainak megértésében. Képzeljük el, most próbáljuk még közelebb jutni a naphoz. Képzeljük el, hogy létezhet-e a gondolkodásnak olyan káprázatosan elegáns és bravúros formája, amely a természet zsenialitásának mintegy a megtestesülése. Tudjuk, hogy az ember halandó, de ami a és az ember kiszakadt a természetből. De ami a természethez igazán közel van, és a természetnek, hogy úgy mondjam, az első látható formája, ugye azok a csillagok, mert maga a világegyetem mint egész nem látható, ugye, hanem csak részei, a csillagok. Tehát az a természetnek az első látható alapja. Tehát, hogyha a természet zseniális, akkor a napban teljes mértékben láthatóvá kell válnia a természet zsenialitásának, és mivel ez a zsenialitás értelmi, tehát egy intelligens tevékenység, tehát a természet zseniális gondolkodásának a nap változásaiban kell megnyilatkoznia. Tehát itt valami zseniális intelligenszerről kell gondolnunk. Na most ez a nyitja annak, hogy megértsük, hogy a napfizikusok miért nem tudták felfedezni, mert itt olyan utakra kell tévedni, amihez bizonyos merészség és sok-sok minden szerencsés körülmény kell, hogy az ember ezt meg tudja közelíteni, és sok évtizedes a körülmények és a sors szerencsés együttjátszása kellett ahhoz, hogy ezeket el tudjam érni. Miért? És rájöttem arra, hogy a naptevékenység zseniális. Miért? Mert rendkívül elegáns, könnyed és hatékony. Ugye milliárdszorosan fölgyorsítja azokat a folyamatokat, amik ellent mondanak a fizika alaptörvényeinek. Mégis milliárdszor hatékonyabb, mint a fizika törvényei szerint lezajló folyamatok. Ugye ez azért meg kell mondjuk egy elég komoly teljesítmény. És mindez rendkívül könnyedséggel oldja meg, különösen nehézség nélkül. Úgy, mint ahogy mi behajlítjuk a kisujjunkat. Bár az se semmi. Hogy ahhoz mi kell? Hogyha valakinek megmondanák, hogy számolja ki az atomok mozgását, meg hogy melyik izmot, meg mekkora erővel kell meghúzni, és hogy mikor, és hogy ezt mind írja le számítógép programmal, szintén elég komoly fejfájást jelentene, és nem tudnák megoldani. Ezt mi meg tudjuk oldani. Na pedig az, hogy ő a saját testét mozgatja, és kiderült, hogy a nap, én azon a szállat indultam, hogy az okokat próbáltam feltérképezni. Mi az okozat és mi az ok? A nap látható jelenségei a felszínén azok a naptevékenység formája, napkitörések, napfolytok. Mi okozza ezeket? Mi okozza a mágneses tér változásai? A nap belsejének az anyagáramlásai. Azok, amik irányítják ezeket a változásokat, mert magukkal szállítják a mágneses teret. Be van fagyva az anyagba a mágneses tér, tehát az anyag mozgása gyorsítja fel milliárdszorosra. Na de hogyan tud az anyag úgy mozogni, hogy éppen ez legyen az eredménye? Ugye ehhez irányítani kell az anyagáramlásokat. Tehát a mágneses tér változásának az oka az anyagáramlások beindítása, hogy mi irányítja az anyagáramlásokat, ez az a második lépés ebben az ok-okozati láncban, amire választ kell keresnie, és ez a második lépés, ez az, ami csak is a nap globális szintjéről indulhat el, tehát, hogy magának a napnak kell kezdeményeznie, de ezt nem tudja másképp tenni, mint éppen a kvantum szinten keresztül. Vagyis ugyanúgy, ahogy mi az ujjunkat csak a kvantum szinten keresztül tudjuk megmozdítani, amiben most nem mennék bele, mert rövid az idő, a nap ahhoz hasonló
intelligens tevékenységet végez, mint mi akkor, amikor eldöntjük, hogy behalítjuk az ujjunkat. És ez a kvantum szinten keresztül megy, vagyis tulajdonképpen egy kozmikus agy az, aminek a révén a kvantum szinten, tehát tulajdonképpen rendkívül parányi kis energiákat mozgósítva, annyi energiát mozgósít, amit amennyi a gondolkodáshoz kell, tulajdonképpen a gondolkodása révén irányítja, hozza létre azokat az anyagáramlásokat, amelyek a mágneses tér változását irányítják. Tehát tulajdonképpen a nap gondolkodása az, ami irányítja az anyag változásait. Vagyis valóban a természet zseniális gondolkodása az, ami eléri azt a rendkívüli hatást, ami pont az ellenkezője, sőt, milliárdszorosan felgyorsított ellenkezője a fizika alapon várható viselkedésnek. Na most gondoljuk meg, hogy a napfizikusok abból próbálnak kiindulni, amit látnak, közvetlenül a nap felszín, és abból próbálják megérteni a nap tevékenységet. És azt mondják, hogy az, hogy mi van mögötte, és mi ennek az egésznek a szíve, a motorja, az egy misztérium. Ez olyan, mintha azt mondanánk, és ez egy jó hasonlat lesz, mintha a virágok kinyílását a molekuláris biológia alapján szeretnénk megérteni, vagyis abból a viszonyból, hogy most hogy mozog az egyik vegyület a nap, vagyis a virágnak a szirmában, és akkor ezeknek a molekuláknak a mozgásából próbálnak megérteni azt, hogy éjszaka miért csukódik be, és nappal miért nyílik ki a virág. Világos egy molekula, hogy a vegyületek szintjén soha nem fogunk rájönni arra, hogy a virágnak ki kell nyílnie, és ezért, hogyha a molekuláris biológusok vizsgálnak meg a virágok kinyílását, akkor azt mondanánk, hogy nagyon sok mindent értünk már a virágok viselkedésével kapcsolatban, de a virágok kinyílása és becsukódása számunkra ez egy misztérium. Kivezet abból az oksági körből egy mélyebb szintre, egy nagyobb egész felé, mert ott kezdődik, és érdekes módon ez is a világok kinyílása és összefügg a nappal. Na most a napnak ez az öntevékenység, az önhatalmú cselekvőképessége ősidők óta az emberiségnek nem került el a figyelmét, hanem akkor még ott volt, és most jön az a hogy úgy mondjam, ismét egy sorszerű egyezés jön. Mert nem csak az egy különös egyezés, hogy az ősi tudással összekapcsolódnak ezek a legújabb tudományos eredmények, amit tulajdonképpen a modern tudománynak a legkorszerűbb fegyvereit használják a naptevékenység megértése céljából, és kiderült, hogy itt tulajdonképpen egy napistenről, vagyis Héliosról, vagyis egy ősi tudásra bukkantunk, tehát megerősödött az ősi tudás, hanem amikor elmeséltem ezt otthon a feleségemnek, hogy a nap maga él, a naptevékenységben életre élik, tehát mivel a fény információt hordoz mindig a forrásáról, hogyha a nap él, akkor a napfény az életről hordoz információt, és ez összefügg azzal, hogy a földi élet hogyan keletkezett és hogyan fejlődik. Tehát ez úgy lehet elképzelni, hogy a napsugáron, a napfényben életadó információ utazik, vagyis mintha olyan hologramok utaznának, amik maguk is életet hordoznak, tehát mi az, hogyan képzünk el egy hologramot, vagyis egy képet, ami ott utazik a napfényben? Hát úgy, hogyha élethordozó képről van szó, akkor mondjuk egy tündér ott utazik abban a hologramban, és akkor erre föl később egy pár év múlva belefutottam abba, hogy a magyar mitológiában úgy tartják, hogy a napfényben tündérek utaznak le a napsugáron, és így, amikor a Földre érkeznek, akkor ott élet születik. Úgyhogy amikor ezt így elmeséltem a feleségemnek, akkor ő azt mondta, hogy hát Egyiptom meg tele van olyan ábrázolásokkal, hogy a napfénynek a végén, amikor a Földet éri, ott egy kéz van a napsugár végén. Sőt, nagyon sok ilyen ábrázolást látott. Erre rákerestem, és a következő. Most nézzük meg, hogy milyen különös a sorsnak a játéka. Nézzük meg! Rákerestem, és ide rábukkantam erre a képre. Itt vannak azok a napisten sugarai, és láthatóak a képen, nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni, talán nem, de mivel vannak hosszú tárgyak itt valahol, amivel esetleg tudok mutatni, hosszú pálca esetleg, igen, látod, ez az, jó lesz. Tehát itt vannak ezek a kis kezecskék, ezek a kis kezek, amik a napsugár végén vannak, és itt szintén kezek fogadják. Tehát ezek a kis kezek, ezek a napsugárnak az a cselekvő fény, ami a cselekvő fény, ami nem csak, hogy élet utazik benne, hanem cselekvő fény, mert azt föl kell építeni a Földön az életet,
segíteni kell az életet, vagyis cselekednie kell annak a fénynek. Nem csak élet hordozó, hanem... Na most akkor... Igen, ez itt elkezdett Na most itt van középen, hogyha megfigyeljük, nem tudom, hogy lenne ez valahogy. Ha megfigyeljük, akkor aha, így is oldalt. Tehát itt látjuk ezt a jelet. Miközben a kezeket kerestem, közben rábukantam egy olyan jelre, amit nem kerestem. És néztem, hogy mi ez az ang, úgy van, valaki tudja itt. És ez, ugye ott van egy kereszt, aminek a végén van egy ilyen csöpszerű valami, hogyha megfordítjuk, akkor ugye még jobban látszik, hogy miről van szó. És utána ismertem én ezt, meg találkoztam vele, de hogy pontosan mi, azért csak rákerestem. És a következőt megtaláltam, igen, úgy hívják, hogy ang, és ennek az a úgy találtam meg, hogy the key of life, az élet kulcsa. Ugye? Tehát valóban egyértelműen az élet kulcsa, és ezért különösen érdekes volt a számomra, hogy most anélkül, hogy ezt összebeszéltünk volna, itt találjuk az élet kulcsát, ugyanezt a jelen. Amiről van. Úgyhogy sok-sok ilyen sorszerűség hozta össze ezt a könyvet. És Jambi Plusz például azt írta az ősi, az ókori görögök között, hogy a napfény a működésben levő makulátlanul tiszta elme cselekvése. És hogy a cselekvőfényről van szó, és ott van egy isteni nap. Nem csak van egy látható nap, és van egy isteni nap. A látható nap az, amit a fizika tud vizsgálni. Az isteni napot nem tudja vizsgálni a fizika, azt már csak az értelemmel. Nem a hittel, hanem itt az értelemről van szó, értelmi tevékenységgel meg lehet közelíteni, vagyis tulajdonképpen most már a vallás is átértelmeződik, mert nem pusztán el kell hinni tudás híján, hanem most már a tudás bevilágít oda, hogy itt valóban a természet zseniális gondolkodásával, a zseniálisan hatékony, rendkívül elegáns, lélegzetre állító, meghökkentő, de teljesen valóságos, és hatékony gondolkodás, anyagot mozgató gondolkodásáról van szó. És ez összefügg, a napistenét összefügg a magyarok ősi istenével, a magyarok istenének elrablása című könyvében, írja édesapám Grand Pierre K. Endre, ez a könyv nemrég újra megjelent, ősi hagyományaink bizonsága szerint régi jeleink a fény, a világosság és szabadság fiai és szerelmesei voltak, a napfiai, a napisten gyermekei. A napisten hit volt az ősi emberiség legtisztább, legtermészetesebb vallása. Ős vallás, melynek elemeit a világ minden vallása átvette. És itt van ez a könyv, amelyik most kedvezményesen kapható. A nap és az életnek az új felfedezéséről is szó van, tehát benne van nem csak a napnak a felfedezése, hanem ahhoz, hogy a nap élő, ehhez meg kell mondani, mit értünk az élet alatt. Ez pedig minden kérdések legnehezebb kérdése. De erre is világos és egyértelmű, és könnyen tudatosítható, és könnyen használható formában sikerült megfogalmazni, aminek úgy gondolom óriási jelentősége van az én életemben, a saját életvezetésem számára is, és úgy gondolom, hogy a gyereknevelésben, és a társaink, és az emberiség nevelésében is, és önfejlődésében is óriási jelentősége lehet. Ugyanígy a Magyarok Kisztőnök Elrablása című könyv is itt hozzáférhet, akár csak az Élővilág Egyetem könyve és egyéb könyvek, amiket itt csak röviden szeretnék.